Önök a Zemplén Televízió híradóját látják, már is kezdünk. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepli a 768-as számú Csepellin György cserkész csapat. Két nemzet, egy kamera, képeken Izmir és a Tokaji borvidék. Idén is tündértánc élménytábor a Kosztyú Ádám emlékére alapítvány szervezésében. Fennállásának 30 éves évfordulója jegyében rendezi meg idei nyári táborát a 768-as számú Csepellin György cserkész csapat. A három évtized alatt több száz tagja volt a csapatnak. Ma már gyerekek, szülők és nagyszülők, azaz három generáció alkotja ezt a közösséget. A jubileumi tábor különleges volt, hiszen meghívást kaptak mindazok, akik egykor rövidebb vagy hosszabb időnek tagjai voltak, vagy valamilyen formában segítették a Csepellin György cserkés csapatot. Hosszút vár ránk, ami nem félünk, ifjú, utána már, majd a csúcson fent, míg a nem lékszünk, győzelem járja nem csak így tovább. Különleges a 2019-es év a Csepellin György cserkész csapat számára, hiszen ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 30 éves jubileumát. 1989-ben dr. Nagy Bozsóki József vezetésével alakult meg a csapat Sátoraljaújhelyben. A nyári tábort is az évforduló jegyében rendezték meg, ott, ahol az első is volt, Kemencepatakon. A legtöbb alkalommal itt táboroztunk. A 30 évből szerintem ilyen 10-12-t itt töltöttünk el a nyári táborok ideje alatt, de hát voltunk mi a Mátrába is, meg voltunk Erdélybe is, tehát nem csak egy helyen vagyunk, de ez a legközelebb áll a szívünkhöz, hiszen én magam is a legelső alkalommal teli feszültséggel és felelősségérzettel egy esős táborban azt gondoltam, hogy úristen, hogy fogjuk megcsinálni mindazt, amit megterveztünk, hogy fogják bírni a gyerekek, mi lesz, ha beáznak a sátrak, és hát rengeteg kérdés volt az emberbe, de aztán úrrá lettünk rajta. A csapat vezetését a főorvos után Szamosvölgyi Péter vette át, majd 2016-ban újabb vezetőváltás történt. Pál Edit került parancsnokként a Csepellin György cserkész csapat élére. Törekszem azt, hogy minél jobban a korosztályok megkapják azt a sajátosság nevelést, ami nekik szükséges, illetve azt, hogy ugye felnőtt vezetőink vannak, hogy ők és a gyerekek hogyan tudják minél jobban megkapni azt a kapcsolatot. A csapat a kezdetektől azon célok mentén működik, hogy magyarabb magyart, emberebb embert neveljen a gyerekekből, fiatalokból. Az, hogy emberebb ember, ugye ez az emberségre nevelés, az örök emberi értékeknek a megtartását és az erre való nevelést jelenti. Magyarabb magyarra nevelés, ez szintén legalább olyan fontos, hiszen mindamellett, hogy az örök emberi értékeket fejlesztjük és erősítjük a gyerekekben, de mellett mindannyian magyarok vagyunk, és a magyarság tudatot, a magyar népi kultúra örök értékeit, ezzel kapcsolatos mindenféle olyan dolgot, amelyeket mi fontosnak tartunk, hogy a gyerekekben ma is meglegyen, ezeket igyekszünk bennük erősíteni, igyekszünk bennük fejleszteni. A jubileumi táborba meghívást kaptak mindazok, akik az elmúlt 30 év során tagjai voltak a csapatnak, vagy valamilyen formában segítették a táborok, programok lebonyolítását és a működést. A találkozások jó alkalmat teremtettek a régi emlékek felidézésére is. Nagyon fiatal voltam, 9 éves, amikor felavattak, tehát igazából akkor csak azt láttam, hogy jó tartozni valahova, ahol komoly barátságok köttethetnek, vagy jól érzem egész egyszerűen magam. Az, amit az előbb említettem, a barátságokat, az később bizonyosodott be. 30 év után is úgy találkozunk, mintha el sem váltunk volna. Valakivel tartjuk akár napi szinten is a kapcsolatot. Az egykori és jelenlegi tagok egyöntetűen hangsúlyozták, a Csepellin György cserkész csapat kiváló közösséget adott számukra, melyben mindenki megtalálta azt az értékrendet, melyet fontosnak tart az életben. Török és magyar amatőr fotósok mutatják meg képeik segítségével azokat az értékeket, hasonlóságokat, kapcsolódási pontokat, amelyek a törökországi Izmirt és a magyarországi Tokaji borvidéket összekötik.
Két nemzet, egy kamera, ez volt a mottója a tárlatnak. A Sárospatakon kiállított képek a történelmi, kulturális, borvidéki hasonlóságokat épp úgy bemutatják, mint az embereket, a hétköznapokat és az élet nagyszerű pillanatait. Elsőként a török és a magyar főváros, Ankara és Budapest, másodikként Isztambul egyik kerülete és Pécs szépségeit mutatta be, majd legutóbb Izmir és a tokai borvidék hétköznapjaiba, értékeibe, hasonlóságaiba nyertek betekintést azok, akik a két nemzet egy ország fotókiállítást megtekintették. A Borsodabolyi-Zemplén megyei kormányhivatal által szervezett tárlat célja az, hogy rejtett értékekre, a hétköznap szépségeire hívja fel a figyelmet a két ország tekintetében. Egy fotósnak a szeme valóban, mint hogy a megnyitóban a képviselő úr Hörcsik képviselő úr utalt rá, az másképp működik, mint a miénk, mert jellemző és nagyon beszédes aspektusokat vesznek észre. Az itteni képek is erről szólnak, azok az ott élő emberek és az itt élő emberek. Az ottani tájnak és az itteni tájnak egy-egy olyan jellegzetes, szép részét mutatják meg, ami mindannyiunkat megragadja. Hétköznapi pillanatok, milyen egy török hétköznap, milyen egy magyar hétköznap a tokai borvidéken, illetve Izmirben. Tehát számos érdekesség. Igyekeztük a témákat párba állítani, hogy ugyanazt a témát megnéztük török kamerával és magyar kamerával, illetve igyekeztünk kiemelni olyan dolgokat, ami mindannyiunk számára érdeklődésre tartat igény. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és dr. Stumpf István alkotmánybíró köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a közös kapcsolódási pontok ilyen formában válnak ismerté mindkét nemzet állampolgárai előtt. Hálás feladat volt megörökíteni a magyar és török hétköznapokat. Ezt már Márk Petra mondta, aki aktívan részt vett a fotók elkészítésében. Az apró szépségek mindenhol ott vannak, Tokaj-hegy alján is, Mádon is, itt gyönyörű Sárospataki várban is, és ugyanezeknek a pillanatnyi életképeknek a török változatait ugyanúgy megtaláltuk a török utcákon. Úgyhogy ahogyan itt valaki el is mondta a megnyitóban, amikor válogattuk a képeket, akkor próbáltuk azt megmutatni, hogy ugyanazok az apró jelenetek lezajlódhatnak a világ bármely táján, jelen esetben Izmirben vagy ezen a magyar vidéken. Az ünnepélyes megnyitó kapcsán az is elhangzott, hogy a Vándor kiállításnak köszönhetően számos régióban megismerhetik majd ezeket az életképeket az érdeklődők. Nagyon furcsa és nagyon izgalmas azt látni, hogy egymás civil emberek, magánemberek egymás kameráján keresztül, saját kameráikon keresztül is hogyan látják egymás kultúráját és egymás országát. Mit tartanak fontosnak abból, hogy megjelenítsenek egymás életéből, egymás országában, egymás kultúrájából. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos volt ez a projekt, és talán a legnagyobb eredmény az, hogy és ezt visszaigazolta nagyon sok jelzés Törökországból és Magyarországról is, a két ország között és a két nemzet közötti, a két társadalom közötti bizalmat tudja erősíteni az ilyen jellegű civil kezdeményezés. A fotókiállítás az Újbástya Rendezvénycentrum Orbán György kiállító termében tekinthető meg. Idén is egy teljes napra megkapták a Zemplén kalandparkot a Kosztyú Ádám emlékére alapítvány táborozói. A tündértánc élménytábor főhadiszállása Sárospataki kemping, de most már több éve hagyományosan egy napot Sátoraljaújhelyén töltenek el a beteg gyerekek és szüleik, és a Zemplén kalandparkban használják ki az élményelemeket. Lent volt a trombim, és én elkezdtem sírni, mert hogy nem mehetek a táborba, és akkor a doktornéni megbeszélte a doktorbátyúval, hogy akkor kapok trombit, utána meg mehettek. Renáta alacsony vérlemezke számáról beszélt nekünk, arról az értékről, amely leukémiájának egyik tünete, és kezeléséhez kórházi bentartózkodás kell. Ám Renáta nagyon vágyott már gyerekek közé az élményterápiás táborba, amiről egész évben sokat hallott. A Kosztyú Ádám emlékére alapítványnak a tündértánc élménytábora az egyik fő programja. Olyan családoknak szervezik, akik vagy már túl vannak gyermekük betegségén, és regenerálódásra kiváló lehet, lehetőséges számukra, vagy éppen egy betegség folyamatában vannak, amelyből szintén fontos a kiszállás. Az újak számára ez maga egy csoda. A legtöbben oda jönnek minden reggel is, megköszönik, hogy itt lehetnek, tehát azért ők most fejezték be a kórházi kezelést. Itt azért biztosítunk minden olyan körülményt, ami a számukra szükséges és fontos, és nagyon-nagyon jól érzik magukat a gyerekek. A régiek meg, aki még kezelés alatt áll, vagy utókezelése,
tehát még ők is eljöhetnek. Aztán van a saját kézműves csapatunk, akiket már te is nagyon jól ismersz, tehát mi arra nagyon büszkék vagyunk, szerintem az országban egyedülállóan, hogy van egy olyan kézműves csapatunk, ahol bárhol, bármikor ki tudunk állni, és nem csipcsúp, apró cseprő dolgokat, hanem fantasztikusan jó és kreatív kézműves foglalkozásokat tudunk tartani. A táborozók között sokan vannak, akik korábban voltak betegek, ápoltak. Ők, mint kézműves segítők vannak jelen. Mások szülőként támogatják őket, ahogy tudják. Programot igyekszem tartani itt a nyári táborokban, hogy azért egyenlítsük a listát, mert nagyon sokat segítettek nekem, és hát igen, immáron 12 éve, hogy én itt vagyok, és hát nekem ők a második családom. A vállalkozásunk van, és ha messzebbre mennek, akkor vállaljuk, hogy hozzuk visszük őket. Az idén már voltunk Nyíregyházán, a Vadasparkba, akkor a legógyárban is voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon élvezetes volt, és hát nagyon szeretjük őket, nagyon kedvesek. Több mint 130 szülő és gyermek van idén együtt. Élményekkel, kézműves foglalkozásokkal felettetik velük a szervezők az évközben őket ért bajokat, fájdalmakat, kórházi napokat. Fafaragó tábort szerveztek ismét Kovácsvágáson. A kishegyközi falu lassan híres lesz arról, hogy náluk található majd a legtöbb köztéri alkotás. Egykor egy hétvezér szoborparkkal kezdődött minden, később egy fafaragó mestereket összetartó közösséget befogadva nemzetközi tábort szerveztek. Így évről évre gyarapodott a fából faragott szobrok száma a faluban, idén már a 40. alkotás készült el itt. Lelkész faragja a székelykapu feliratát a Kovácsvágási önkormányzat garázsában. Pocsai Imre kárpátaljai református lelki pásztor is régen tagja már a falu fafaragó táborának, melyet idén már 7. alkalommal szerveznek meg itt. Készülnek az újabb műalkotások, az egyik az a kapu és a hozzá készülő elszakított magyar területeket jelző tábla, amely a trianoni emlékpark dísze lesz majd. Ahogyan a falu díszíti sok szép fából faragott szobor, kopjafa és harangláb is, melyet mind az ide összegyűlő fafaragó mesterek készítettek el az elmúlt idők során. A falu vezetője nem sajnálja a fáradtságot arra, hogy újra és újra megszervezze a telepet. Hát hosszú időn keresztül működnek már a nemzetközi fafaragó táborok, az idei a 7. a sorrendben, és ezzel mi ezek a művésztáborokkal támogatjuk a művészetet a kis falukba. Ami lényeg, hogy az idei táborban már a székely kapuval elérjük a 40. köztéri alkotást. Tehát nyugodtan nevezhetnénk a Guinness rekordok könyvébe az egyfőre eső köztéri alkotásokat illetően. Az ötlet kivitelezésében a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Dunai Nemzetközi Alkotókör tagjai vannak idén is segítségére a falunak. Így a magyar mesterek mellett szerb fafaragók is táboroznak itt. Ők is támogatják a Magyar Falu Szépítő programot, melynek mintaközsége Kovácsvágás. Nézzék meg az utat, tereket, embereket, a mellékelt dolgokat, hogy mit lehet végezni ésszel, világranyítással és szorgalommal. A tábor nyitott, a fafaragó mesterek szívesen mutatják be munkáikat a kovácsvágásiaknak, sőt, azzal a nem titkolt szándékkal érkeznek ide minden évben, hát ha akad követőjük itt is. Van egy olyan célunk, hogy ez közösségformáló erő legyen, ez az alkotótábor, és az itteni közmunkások közül, kiszolgáló személyzet közül is próbálunk csábítani és átadni a stafétabotot, hogy megérelmi ez a falu meg a vehetés, hogy itt is lenne már néhány faragó a faluból. A kovácsvágási fafaragó táborban más településnek is készítettek már szobrokat. Rákóczi falvára, Vágásutára, Győrvára és Pálházára is került ki innen alkotás. Az utóbbi közel 2 év alatt veszélybe került a bodrogközi Kalcsán található kalcsató, amely a település fennállása óta a község egyik büszkeségének számít. A tó nem csak különleges látványosság, hanem sajátos élővilága vonzza a kirándulókat és a horgászokat egyaránt. A polgármester közös összefogásra hívja fel a környéken élők figyelmét a tó megmentésére.
Ilyen volt és ilyen lett a Karcsai karcsató. Ijesztő látványt kelt a tó állapot a Karcsán, ahol a korábbi vízfelület helyén sétálni lehet, annyira elapadt a vize. A tavat ugyanis a település egyik legfőbb kincseként tartják számon, melyre még korábban kajakkenő egyesületet is létrehoztak. A polgármester szerint, ha sürgősen nem tesznek valamit a tó megmentésére, az később a teljes pusztulásához vezethet. Felsőberecki gátépítés miatt kezdett ez a tó kiszáradni. Azóta sajnálatos módon már második éve nem kapunk kellő mennyiségű vizet. Gumifalba ütközünk a Sárospataki, illetve a Miskolci vízügyi igazgatóságnál. Látjuk is, hogy nincs vízünk, illetve sajnálatos módon eltűnik a sás, eltűnik a nád, ahol az élővilág is ezáltal pusztul. És hogyha följebb mennénk mondjuk 3 kilométert, mert a tó hossza az 4,2 kilométer hosszú, akkor bizony sajnálatos módon fél kilós, kilós, 3 kilós pontyokat, kárászokat és dévéreket látunk megdögölve. A tó kezelője az Észak-Magyarországi Vízügyigazgatóság, akik az elmúlt héten 150 folyóméter hosszban végeztek kotrást a Holtágon, Karcsaközség belterületén, annak érdekében, hogy az említett szakaszon az erős benőttséget, feliszapolódást megszüntessék, és a Holtág egységességét megőrizzék. A munka közel 4,2 millió forintból valósult meg. A vízterület horgászati hasznosítója a Sátoraljaújhelyi Sporthorgász Egyesület, akik szerint további munkálatokat igényel a karcsató, és aggódnak az alacsony vízszint következményei miatt. Az alacsony vízállás az sajnálatos módon negatívan befolyásolja az élővilágot, különösen a halakat, mert ugye a alacsony vízszintnél a víz gyorsabban melegszik, és annál alacsonyabb az oldott oxigén tartalma, minél melegebb a víz, és félő, hogy egy nyári, késő nyári, augusztusi hajnalon, ahogy lecsökken az oxigén szint az algák oxigénfogyasztása miatt is, halpusztulás előfordulhat a meleg vízben. Illetve a feltöltés nélkül a tél ugyanezt a problémát idézheti elő, hogy az sekély vízben nem tud a hal hová vermelni, és szintén félő a halpusztulás. Az egyesület, valamint Karcsaközség lakossága összefogására számítva a település polgármestere szándékairól nyilatkozott híradónknak. Szomorúan állunk az egész falu döbbenten, emiatt ott soha nem nézett így ki. Tudjuk, hogy aszályos időket élünk, de évtizedek óta ebben mindig volt víz, sőt, évszázadok talán, évezredek óta mindig volt víz, és most se nyugszunk addig, ameddig, mondom, ha 10 000 aláírás van szükség, és most már megyünk föl a minisztériumba, hogy nekünk itt bizony vízre van szükségünk. Az aktuális fejleményekről későbbi hírműsorunkban számolunk be. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepli a 768-as számú Csepellin-György cserkész csapat. Két nemzet, egy kamera, képeken Izmir és a Tokaji borvidék. Idén is tündértánc élménytábor a Kosztyú Ádám emlékére alapítvány szervezésében. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek, ha ellátogatnak weboldalunkra. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos oldalunkhoz is, ahol mindig aktuális információkról tájékozódhatnak. Én már megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!